Na gyere be! Gyere! Gyere be! Gyere csak, ne féljél! Látod, nem bántani, nem bánt itt a nép. Megvilágosodtam. Nem mondod. Sziasztok! Sziasztok, Jani vagyok, bazd meg. Sziasztok, ja? Szecsi vagyok. Hát... Ez a GFF team. Hát. Vagy mi az ez? Úgyhogy... Hát mondjuk most már így figyel igazándiból lassan olyan... Szerintem megvan most már harmadik éve, hogy én ezt csinálom. Nem túl sok eredménye, de most már ténylegesen team, tehát most már tényleg csapat a dolog. Igazándiból ez egy ilyen kis vlog lesz az egész, de... Hát nem tudom, tehát igazándiból most lesz mit megbeszélnünk, úgy érzem, tehát... Lesz. Lesznek változások, lesznek új videók, meg mit tudom én is... Gameplay, vlog, meg minden, basszátok meg. Minden, itt vagyok. Te fogsz vlogolni. Én nem fogom. Nem akarjátok, mert végre rám hívjátok a mentősöket, vagy valami. Ez hülye. Nem, tehát én megígértem, hogy én nem fogok vlogolni, én nagyon ritkán. Tehát egy évi egy. Azt, hogy megígértem. Az, hogy... van, el is felejteted. Mi lesz nyáron? Nyáron? Rohadunk a szobába póló nélkül 40 fokba, és nyomatjuk a Final Fantasy-t. A lófaszt. Akkor bróhallázunk. Ja, megyünk kukolni bikini csajokat. Ja, nem? Mer? Megoldjuk. Persze, minden rendben lesz, srácok. Na, igazándiból térjünk rá a lényegre. Igazándiból most tervezek igencsak nagy változásokat. Ugye egy az, hogy lesz segítségem, Jani, akivel most már, hát nem is azt mondom, hogy felváltva, de szerintem azért néha-néha elő fog fordulni, hogy nélkülem neki rugaszkodsz a videóknak. Hiába nézzel így, igen. Egy próbát szerintem simán megér. Te miért vagy ennyire ledöbbenve a dolgokon? Nem vagyok ledöbbenve. A későbbiekben lehet, hogy én is pár szóló videót fel tudom tolni, esetleg gameplay lesz androidos játékokról. Kicsit megpróbálunk ebbe a témába is belehúzódni, hogy... Így van, ebbe hogy... elég kevesen nyúltak bele, ez egy járható út lenne. Igazándiból kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy az ilyenfajta szarifonon, hogy szeretnétek-e ilyenfajta videókat, Direkt van egy kicsit bikább gép is itt a kézben, azon meg lehet oldani egy-két dolgot. Persze, tesztelgetem a felvevő programot rajta, de szerintem össze fog jönni valami, hogyha a facecam nem is lesz, de akkor jó minőségű videó. Az összejöhet. Szerintem az úgy hibátlan. Úgy érzem, hogy most már így a következő hónaptól egy kicsit komolyabban meg fog indulni a videózás, tehát valószínűleg a következő hónaptól lényegesen újabb játékokkal is tudok majd szolgálni, ugyanis most már hát mondhatom azt, hogy megvan hozzá a kellő fizetésem. Úgyhogy jövő hónaptól beindulnak, mit tudom én, így a Sniper Elite 4 esetleg. Mondjuk most tervezem, hogy a Final Fantasy 13-at ugye hát most már mondjuk megvan véve, le van videózva, most már csak föl kéne rakni. Annál mondjuk kíváncsi lennék, hogy mire lennétek inkább kíváncsiak, ilyen rövidebb videó részletekre, vagy pedig összedobálni egy nagyobb livestreamet, nem tudom, szerintem az nem lenne egy olyan nagy etvesz. Livestreamet? Hát miért? Hát figyeld, végül is nem egy rövid játékról beszélünk, tehát hogyha hát, arról van szó, én nekiülnék szívesen. Ez így van. Hát nem egy rövid játék. Tehát azért a Final Fantasy-nek én a... Hát most leszettem a 13. részét, vagyis hát nem leszettem, hanem megvettem, ugyanis Steamen kiárusítás volt egészen... 21-e van, igen, tegnapig volt kiárusítás. Potom 7 dollárért meg lehetett venni. Szerintem de fagylat pénz volt érte. Simán megérte. Most azt mindenképpen el fogom kezdeni, tehát nekem az rohadtul szimpatikus. De belegondolva, hogy a 7. részében nekem az, hogy végig szaladtam a játékon, tehát konkrétan minden mellékküldetés, minden nélkül volt 147 óra az egész játék, tehát azért az... De az úgy, hogy így átmentem az egész játékon. Hát, hogyha tudtok, akkor ezzel kapcsolatban írjatok kommenteket, illetve akik ismerik Szecset, vagy engem, akkor azok írhatnak privátban, hogy ez hogyan is működjön a Final Fantasy. Na most ezek lesznek a későbbiekben ezek a Couch Party, Brawlhalla, esetleg Expand the Bros, attól függ, hogy ezek gondolom ugye az elnyerik az emberek tetszését, kisebb rage-ek, illetve fuck you, bazd meg, hogy miért löktél le alapon, meg ilyenek.
Hadd nem mondjam, Expander Bros-ba kurva kemények vagyunk kooperációba, az egyszerűen hatalmas. Tehát egy boss beütni fél óra. Normálon? Normálon, igen. Há, minimum. Szóval az úgy elég para. Igen, és hát... Tervezzük azért a Gang Beasts-et, hogyha sikerül összehozni, akkor az kötelező. Így van. Csak hogyha valaki esetleg tud egy kis segítséget adni, akkor annak úgy tudnék örülni. Ugyanis... Hát, fölösleges. Várjál, mert itt a dolog, próbáltuk, itt a kontroller, maradjunk annyiba, hogy lehetett látni, valamilyen nem eszi. Tehát mozogni tudunk, ugrálni meg egyéb dolgokat nem enged. Ja. Nem tudom, hogy miért. Ilyen GP harcot lehet leverni, tök gáz. Relatíve ilyen, hát elnézést a kifejezésért, ilyen nyomorékpógó, ilyen kéz nélküli, tudod, hogy így löködjük egymást, így neki szaladunk a másiknak. Tudom, mint amikor nem akarsz semmit csinálni, és így engeded a karodat, és ne. Nem. Hát szóval ilyen gáz. De tudod forgatni a fejedet. Ja, az viszont jó. Fontos. Támadni nem tudsz vele, de tudsz nézelődni. Ha nem, hát egy verekedős játékban nem ez az elsődleges cél, hogy szét tudja nézni. Jaj, hagyján, de még fejelni lehetne, de még az se. Na semmit. Semmi. Na mindegy, úgyhogy ehhez szeretnénk majd egy kis segítséget kérni. Valamint nem tudom, tehát innentől azért tényleg... A videókkal kapcsolatban még. Mi kéne valamit, tehát a sűrűségre, illetve hogy... Igen, most már azért egy kicsit több szabadidőm lesz erre, meg így, hogy most már ketten vagyunk, így azért lényegesen sűrűsödni fognak, tehát nem ez a havi kettő, jobb esetben három videó lesz fölrakva, hanem mit tudom én, tényleg megpróbáljuk a heti kettő, vagy még hogyha esetleg van úgy szabadidőnk, és esetleg nem délutánosok vagyunk, akkor lehet, hogy akár heti négy videót is össze tudnánk dobni, mert igazándiból szabadidő engedi, csak ugye hát a műszak meg a munka az, ami nem igazán hagyja azt. Jó, leszívja az ember energiáját. Hát igen, tehát azért este 10-kor én például nem fogok nekiállni, se reggel 7 órakor, tehát reggel 7-kor a szomszéd nem igazán díjazna, szerintem este 10-kor... Mi? Valami nem tetszik? El kell fogadnotok. Faszom. Tehát itt se este 10 után, bár mondjuk, hogyha délutánosok vagyunk, inkább 11 után nem igazán tervezem azt, hogy nekiülök egy, mit tudom én, egy ilyen Cat Mario-nak. Az esélytelen. Amúgy nem is nem akartok Cat Mario-t. Minek? 60 halábok játszottam már egyszer. Nem akartok. Ja, bocsát, mentem Jedi-be. Na szóval... Nem ezek azok a droidok? Jó fasz. Úgyhogy igazándiból, hát szerintem nem tudom, tehát kizárt dolog, mert nem tudom. A lényeg lényegében lényegtelen. Tehát de videó magad, azt csinálsz, videó fognak az... sűrűsödni, beszálltam a GFF teambe. Ja. És neked hát... már csak egy-két apróság kell ahhoz, hogy webkamera, számítógép, játék. Igazándiból mindened megvan. Lenne játék, mert... Hát igazából, amiből én csinálnék videókat, az Szecsenek nem a műfaja. Hát nekem telefonon nem, tehát... Például az... mobák, nem a LOL-ról beszélek, LOL, nem, távolsátán. Nem lesz LOL, az fix. És LOL-ról én sem fogok, tehát az... World of Tanks, ami még bejátszana. Ugye mostanában lehettek a nagyobb csatornák fele. Igen, egyébként azt én is észrevettem, hogy úgy őszintén szólva, LOL, meg World of Tanks, még a World of, mi volt az? Warships, vagy Airplanes? Yeah, nem, mind a kettő, egyikből se látok igazándiból se livestreamet, se Z-kart, ilyen kisebb videókat, nem tudom miért. Lehet, hogy én keresek rossz helyen, ez előfordulhat. Nem, én elég sok videóst figyeltem. Szóval a későbbiekben, az, amikor összejön nekem a konfigom, akkor World of Tanks, illetve Heroes of the Storm és Hearthstone külön szólóba várható. Így van. Nos, összecsebben semmiféle képpen nem akar részt venni, mert nem szeret mobázni. Hearthstone nem nagyon izgatja, World of Tanks nem izgatja, szóval így... Én mondtam, én nekem War Thunder, hogyha nagyon arról van szó, akkor... Azt meg én nem csipem. Tehát megjöttünk, na most a két játék nem, tehát szinkronban nem akarom, de több függetlenül, hát nem tudom, tehát nekem az ilyen mobák ezek nem. Ezen, nem okay, én leülök mellé, én nagyon szívesen, tehát... Lehet itt is nyomatni, nekem tök mindegy. Én leülök melléd, én nézem, maximum kommentálok, meg vinyogok rajtad a röhögéstől, de hát... Hát jó. Az ilyenek mennek anélkül is. Az vicces szokott lenni már csak, hogyha otthon eljátszogatok magamnak, az is. Kicsit
Igen. Eljátszogatsz magaddal? Hát, valami baj van vele. De... Mindig használok kézkrémet, jó? Ah! Akkor onnantól nincs baj. Akkor legalább megvan a boldogság. Ennyi. Napi öröm. Úgyhogy jó. Ennyi, nem? Hát igazándiból még olyan apró cseprő dolgokat, hogy ha esetleg valaki tudna segíteni. Te most kajak a videó közben túrod az orrod. Hát, dehogy is, sem tudom, sem nyúltam. Legalább a szekrénybe kent bele nevelém, tehát... Ez hülye. Oda tudsz ragasztani akármit, amit akarsz. Istenem, ez hülye. Nem maradt fel. Ez persze, mint ezért, Brandur Akadémiára. Mi, hogy fölcsapod az oknit a szekrény oldalára. Ugyan az igazi. Most tervezem azt, hogy egy kicsit újítgatok, és új webkamera esetleg... Striptease show, rutánc. Ja, ez nem az. Nem, ez nem az a csatorna. Hát jó. Ha szeretnél, nekem mindegy, max végignézem, de hát azt nem biztos, hogy feltöltöm a csatornára. Nem kéne. Nem? Nem. Biztos vannak hölgyek, lehet, hogy kedvelnék. De lesznek főzős blogok, nem lesznek. Esetleg, hogyha elmegyünk horgászni, akkor valami bográcsost összecsapunk ott a tóparton, meg szétrúgjuk a halászházat. Ha elmegyünk valamire, lehet, hogy onnan csinálunk majd valamit. Persze. Na, ilyeneken is gondolkoztam, hogy hát, ha ez érdekli az embert. Aztán most olyan tanakodok nagyon, amiben szeretném az Isten adta nép segítségét kérni, hogy hogyan lehet megcsinálni azt, hogy eltűnjön mögöttem a háttér. Igen, nagyon sok mindent kipróbáltam, és nem, semmivel nem értem el évkézleberedményt. Tehát van egy ilyen, hirtelenjében ezt találtam, egy ilyen csodálatos háttér. Igen, ez egy takaró. Szürke, zöld nincs. Még nem vettem, majd lesz. Vagy nem tudom. És ezzel, hogy valaki tudna nekem segíteni, mert ha igen, akkor annak úgy tudnék körülni. Legalábbis próbagyanánt, mert úgy zavar, hogy így bent van a szekrény. Meg a Janika is itt van, tehát... Itt vagyok, én mindig zavarok. Várja, mindjárt megoldjuk itt a problémát. Most átmentél duzzogósba, ezt így magadra fogod rakni? Nem átmentem duzzogósba, várja, így is. Hibátlan! Úgyhogy, ha ebben valaki esetleg tudna segíteni, hogy ne legyen background, akkor nagyon-nagyon megköszönném neki így a segítségét. Az egyház részére szervezünk gyűjtést, konzerveket, illetve pénzt elfogadunk. Amen! Ez nem az. Még mindig. Az egyház részére. Én! Hát bazd meg. A saját egyházunk. Majd alapítunk egy vallást. Akkor már még nem mozgalom, az legalább adómentes. El kell számolni a napval így is, úgy is. Majd kikérjük egy-két ember segítségét. Jó van. Majd megkérdezzük Győzikéjéket, hogyan kell adottsálni. Na jó van. De ne vonjunk bele. A végén még peres. Útra kell vinnünk a dolgot. Jó van. Na, úgyhogy tervezzük, most már fizetés is javult, egy kicsit a felszerelés is javulni fog. Tényleg ennyi ilyen apró cseprő dolgokban szeretnénk a segítségeteket kikérni, valamint szeretnénk véleményeket kérni, hogy mi az, ami érdekelne titeket, milyen fajta videók, esetleg dupla kamerával fogunk próbálkozni, hogyha arról van szó. Tehát az, hogy 4-3-ba így videózunk... Az ismerkedni akarsz? Nem, pont ez a problémám. Tehát, erre majd fogok venni szerintem még egy webkamerát, és akkor az good lesz. Csak akkor már lehet, hogy ahhoz egy kicsit jobbat fogok venni. Nem egy ilyen 3000 forintos, mint ami jelenleg van fent. Én is filóztam. Tehát úgy lehet, hogy 10 000 alá nem is fogok adni. Nem tudom, tehát arra is kérek ajánlatot, hogyha van nektek. Nem ilyen 48 000 meg 96 000 forintos ekkora webkamerára gondolok, hogy C920 meg mit tudom én. Na, én azon töröm a fejemet. Hát csak nekem nincs ilyen arra 30 000 forintom, tehát azért enni is kéne valamit, ha van a hónapban. Hát ja, igazából akkor mindent elmondtok, amit akartunk, a videók érkeznek. Ja. Úgyhogy most már beindul a bugi. Holnap Brohalla, vagy az még talán ma, nem tudom. Lehet, hogy ma még inkább ma. Ma még fölfogolni. Feltéve, hogyha ez a videó ma felfut. Persze, hát ez szerintem mennyi az idő? Ez 15, hát fél négy. Szerintem ez olyan legkésőbb 6 órakor már bőven fönt lesz. Renderelése mindennel együtt. Okay, akkor... Úgyhogy szerintem még ma
Hát mondjuk a bróhallás videón nem kell vágni. Nem. Az jó lett. Nem. Mondjuk lehet, hogy a facecam nélkül fog fölmenni. Rögtön a ranked? Akár nem. Nekem föl, tőlem fölmehet, tehát nekem az is tetszik. De ezt még átmérlegeljük egy... Persze, persze. Tehát lényeg az, hogy ma még föl fog menni egy bróhallás videó. Próbálkoztunk a Besiege-je, bár mondjuk azzal nem igazán sikerült remek eredményeket elérni, ugyanis a webkamerám sikeresen kikapcsolt, és ötletem nincs, hogy miért, tehát fogta és így... És nem volt hajlandó elindulni. De most már működik, de ne kérdezz meg, hogy miért. Tehát kikapcsoltam 5-6-szor a programot, és 5. alkalommal egyszer csak fogta és bekapcsolta. Háttérben nem futott semmi. És hibát se jelzett, szóval... Nem. Jó, mondjuk az action amúgy sem szokott, tehát az... Az egyszerűen megrántja a vállát, hogy jó, használja más is, és akkor én meg nem nyomom be. Jó. Ennyi. Úgyhogy... Igazándiból ennyi. Bővültünk. Sűrűsödnek a videók. Királyak leszünk. Királyság lesz. Ford a hord. Mert miért ne? Hát jó. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy megnéztetek. Ha tetszett a videó, lájkoljatok. Valamint, ha eddig nem tettétek meg, iratkozzatok fel. De mindenképp. Úgyhogy akkor még ma találkozunk. Sziasztok! Üdvözlet!